A belgyógyászat az egyik legszerte ágazóbb része az orvostudománynak. Ennek alapján az intézmény belgyógyászati osztálya is több részből tevődik össze. Ide tartozik a dialízis, az onkológiai és a hematológiai nappali kórház. Az osztály 56 betegággyal rendelkezik, emellett 6 ágyat tartanak fenn az intenzív szobában. Havi szinten közel 220 bentfekvő beteget kezelnek. Maga az osztály az egy kicsit bővülni fog, olyan értelemben, hogy a jelenlegi sokszor 8 ágyas szobák betegágyal így lecsökkennek, és körülbelül 2 és 3 ágyas szobáink lesznek. Minden 2 szobára lesz egy közös fürdőszoba és egy WC is, tehát a betegeinknek sokkal kényelmesebb lesz. A fekvő beteg részen viszont lesz egy olyan fürdőszobánk, ahol ágyal, hordágyal betolhatjuk a betegeket. Tehát a betegeknek a higiéniai szempontból is ez sokat fog jelenteni. A mi munkánkat nagyon megkönnyíti. Teljesen külön fog válni a belgyógyászati osztály, és külön fog válni a járóbeteg szolgálat, ami a mostani fülorgégészet helyén fog lenni. És ez viszont azért lesz jó, hogy nem kell, hogy menjünk az egészségházba, tehát ha itt vagyunk, még az osztályos munkánkat is tudjuk úgymond korrigálni és folytatni, de viszont már a járó betegeket is el tudjuk látni. Az onkológiai nappali kórházban hetente közel 100 beteg kap kemoterápiát. Ez naponta maximum 20 beteget jelent. Az osztályon jelenleg 9 beteg ágy van, és egy kemoterápiás szék. A kevés befogadó képesség azt eredményezi, hogy sokszor munkaidőn túl is fogadják a terápiára érkező pácienseket. Akkor véleménye szerint az onkológiai osztálynak szüksége lenne a bővítésre? Egyértelműen igen, tehát ez már több éves terv és több éves kérés volt a mi részünkről, mivel hogy az onkológiai betegek száma gyakorlatilag növekvő tendenciát mutat, jelentősen növekvő tendenciát. Tehát a betegek kényelme, a kemoterápiás protokollok idejének betartása, valamint tehát, hogy minél több beteget minél minőségesebben tudjuk ellátni, tehát ehhez szükséges lenne a bővítés. A sebészeti osztályt 1990 és 1992 között újították fel. Ekkor alakultak ki a különféle szakágak, az urológia, a traumatológia, az ortopédia. Jelenleg 70 beteg ágyal rendelkezik, szerkezetileg és szervezésileg elválik egymástól a járóbeteg rendelő és a sürgőségi felvételi osztály. Emellett a fertőző sebeket is elkülönítve tudják kezelni. Nagy előrelépés még az, hogy egy komoly intenzív osztályt kapunk, tehát ez az osztály, ami van, ez egy ilyen félintenzív, tehát gyakorlatilag nagyon súlyos betegeket itt nem tudunk ellátni, ezt a klinikai központba kell elküldeni. Rendkívül fontos az, hogy most egy új generációváltás, itt a sebészete, 2 vonalat új műtőt kapunk. Nagyon fontos az, hogy a betegek kényelmét biztosítják azok, hogy 3 ágyas, fürdőszobás, toalettes szobák lesznek. Nyilván ez a munkát megkönnyíti, nyilván a betegeknek a javát fogja szolgálni, és eredményesebb lesz a munka. A tüdőosztály az egyik legrégebbi épülete a kórháznak, több mint 100 éves és egy melléképületből alakították ki. Többször is tervben volt a felújítása, azonban erre még nem került sor. Jelenleg 18 beteg ágy van, azonban nagy szükség van a bővítésre, hiszen a tüdőbetegségek száma növekvő tendenciát mutat. Milyen hiányosságai vannak jelenleg a tüdőosztálynak, mind kellene újítani, mind kellene változtatni? Szószoros értelmében mindenen. Nagyon, de nagyon régi módi ágyaink vannak, nincsenek inhalátorok, ilyen valami korszerűbb bronhoszkóp, vagy valami ilyesmi még szó sem nincs nálunk. A kórház 1833-ban kezdte meg működését, jelenleg 32 osztálya van, mintegy 60 orvosa és 240 nővére. Évi szinten közel 100 000 pácienst kezelnek, akik leginkább a város 50 kilométeres körzetéből érkeznek, azonban sokszor távolabbi településekről is jönnek az intézménybe.